Újpest központ, végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy szíveskedjenek elhagyni a vonatot, és erre figyelmet... Sziasztok! Ez itt az Újpest központ podcast. Lukovics Andrással és Fekete Balázsra. Annyi minden történt, mióta nem találkoztunk, például kimaradt egy hét technikai okok miatt, de szerencsére ez már a múlté. Ezért elnézést kérünk. Viszont cserébe ezen a héten két meccsről is beszélhetünk. Profik vagyunk, megyünk tovább. Így van. Ugye, de két meccset, amit elbuktunk, igazából egy újra buktuk el. Viszont mekkora különbség volt a kettő között? Kezdjük ezzel! Menjünk elő. Jó, oké. Okay. Vegyük elő ezt. Oké. Okay. Tépj szét a tematikát. Oké. Okay. Hát a Fradi ellen... Ott sokkal inkább jók voltunk, mint most a Gyirmont ellen. Az az igazság. Sokkal inkább éreztem azt, hogy van csapatunk. Most annyit éreztem, hogy nincsen. Borzasztó, kilátástalan játék. Szerencsétlenkedés. Három kapufa. Atya úristen. Igen. Elég nagy volt a kontraszt a két meccs között. Amit az első meccs után, amiért dicsértük a Krustisot, az a második meccsből abból semmit nem láttunk viszont szerintem a pályán. Igen, egyébként jó is, hogy elmaradt a múlt heti adás, mert most ezt a részét tényleg meg tudjuk beszélni, hogy múlt héten arra gondoltunk, hogy lehet, hogy szervezettebb a védelem. Ennek igen. Nyomát nem láttuk ma Gyirmóton. Hát... Igen. Igen. Eddig egy három védős rendszerben játszottunk. Most átálltunk a négy védőre, és tiszta élet. A Gyirmót kicsinál minket. Kelemetlen ellenfél egyébként. Ja, hát azért vannak, akik megugorják. Nagyon tüskés csapat. Hát figyelj, a Honvéd is kikapott ellenük a múlt héten egy nullra. Ugyanígy 11-essel egyébként. Szóval... Ez elkeserítő volt. Bár egyébként nem is tudom, hogy mit lehet még csinálni ezzel a kezdővel. Kit kéne beállítani? Hát mondjuk a múlt csapathoz képest ugye jelentős volt a változás. Igen, nem volt Diaby, nem volt Kroázi, nem volt Katona, de a Katona pedig a Yamaha helyett jött be a múlt héten. Igen. Múlt héten nem volt Beridze. Az egy harapósabb csapat volt, ami azt jelenti. Igen. Nekem a Fradi ellen egyébként tetszett a Kroázinak a játéka, szerintem ő, tehát hogyha most az heti Beridzéhez képest nézzük, bár ugye most nem lehet játékosokat összehasonlítani egy két különböző meccsen, hogy nem lehet. De szerintem ő most, tehát a Kroázi többet segített a múlt héten, többet tett hozzá, mint a Beridze. A Beridze próbálkozott most, viszont most az Antonovtól se kapta meg azt a segítséget ott a szélen. A Kroázihez tapad a labda. Tényleg az a helyzet, hogy ahhoz, hogy ehhez tapad a labda. Nagyon-nagyon technikális. Focista. Igen. Ja, Beridze egyébként nincs sajnos azon a szinten. Nem, de ő is jó. Egyébként ő ezzel nem vitatkozom egy pillanatig sem. Szinten, szerintem. Itt ugye attól is függ, hogy milyen, tehát ugye a csapat hogy áll hozzá a meccshez, és szerintem ezen a Gyirmóteleni meccsen teljesen tompák voltunk. Életlenek, lélektelenek. Itt most sorolhatnánk ugye a negatív jelzőket, de... Simon Krisztián először került kezdőbe az egész szezonba. Hol tartunk? A 15. mérkőzésen? Vele is mi van? Te jó Isten! Igen. Múlt héten egyébként nem voltam ennyire csalódott, mint amennyire most csalódott vagyok. Valószínűleg azért, mert hogy akkor azért mégiscsak egy 36-34 millió euróval drágább játékos kerettel rendelkező csapattal mérkőztünk meg. Voltunk partiban? Voltunk partiban, legalábbis a második fél időben, ami mindenképpen bizakodásra adott okot, viszont ez a halvány gyenge Gyirmót elleni szerencsétlenkedés, ez borzasztó volt. Nem is tudom egyébként, hogy hol lehet a probléma. Tehát, hát elmondom, hogy hol. A középpályán. A pályán. A pályán vagy a középpályán, de a középpályán mindenki. De ott a középpályán a Mocskos Ferencváros ellen is gond volt, nem tudtunk keresztül jutni. Védelem megvolt, volt valami csatár mozgásra emlékeztető játékunk elől, Ennio Morricone-val, igen. De
Oké, de akkor se volt meg a középpálya, de a középpálya nem volt meg a Gyirmót ellenség. Én egyébként valahogy úgy érzem, mind a két meccsen úgy éreztem, hogy túlságosan, mintha így, nem tudom, mintha szét lenne húzva a pálya. Túl nagy a távolságok a csapatrészek között. Lehet, hogy nem vagyok szakember, de nekem valahogy úgy tűnt, hogy nagyon szellős volt az egész középpálya. Tök hamar jött tehát a Fradi is. Szerintem most a Gyirmót is egyébként. Ha akartak, akkor nagyon hamar fel tudták ütetni a labdát előre. Szerintem a középpályán azért, hogy mondjam, futni kell. Nem tudom, hát de nyilván tudom, hogy kell futni, igazából nem arra mondtam, hogy nem tudom, arra mondom, hogy ez hogy középen, és bocsánat, mindezt a legnagyobb tisztelettel mondom, hogy Mitro tényleg egy kicsit már meg van öregedve, nem biztos, hogy tudja ezt a pozit vinni, a Csongai tényleg kurva sokat fejlődött az elmúlt egy év alatt, de ennek a terhét még nem bírja magára vállalni. Nem tudja megoldani azt, hogy egy kiesés ellen küzdő csapatba ő a középpálya motorja legyen, és szerintem se, de nem lehet egy-egy játékosnak hogy akárba varni ugye a problémákat, tehát ugye úgy az lenne az ideális állapot. Azt csináltam? Nem. Egyetlen nem. Az lenne az ideális állapot szerintem, hogy a rutinosabb játékosok a fiatal játékosokat mentorálják. Szerintem ez egyébként meg is történik az öltözőben, nem tudom, hogy milyen szinten, de a pályán meg úgy érzem, hogy nem egészítik ki egymást. Nem tudom, valahogy nem látom a kémiát így a játékosok között. Jó, oké, Covid van, tehát soha nem tudunk felelni a legideálisabb kezdő 11-ünkkel. De ez egyébként meg azért hazugság, melyik az ideális kezdő 11-ünk. Igen. És tehát most például ugye volt a játszott most ezen a Kunst. Akinek volt egy életveszélyes mentése a saját kapunk előtt, amit a Bonai lábbal védett. Bravúra! De hogy az a gyerek, az valami 600 ezer euróért igazoltuk. Vagy legalábbis annyit ér a Transfermarkt szerint, de egyébként erre most rá is fogok keresni. Elég nagy összebe merre fogod, én nem fizettünk ért a 600 ezer eurót szerintem. Oké, de abszolút napra kész. Egyébként, hogyha ha valakinek van kedve megtanulni egy oldalt, az a Transfermarkt, ez állati jó. Ott van Martin Kuszk. Igen, 500 ezer, bocsánat. Akkor már 100 ezer euróval kiesett. Nem vesztett az árából, de ő egy 25 éves észt védő. Engem nem győzött meg se a Mocskos Ferencváros ellen, amikor, ja, igen, akkor se, és most se. Bár egyébként, hogyha most visszaemlékszem, szerintem a Kásztráti első meccsei sem voltak túl izmosak. És egyébként ő azért most arra mondhatjuk talán, hogy a védelemben a legjobb. Hát az egyik erősségünk, az biztos, igen. Mondjuk a Kutrumpis az elég magabiztos. Hát ő a legstabilabb emberünk szerintem, igen. Jó, neki nincs kilengése, nincsen nagyon rossz napja. Hát a legkisebb az amplitúdó. Ja. Igen. Se fölfele, se lefele nagyon nem. Ez a görög hidegvér. És igen, tehát én szerintem mondjuk neki mondjuk azért van ez a dolga, hogy a védelem tényleg rohadtul össze kell szokni, hogy jól működjön. Vagy hát legalábbis, hogyha nem csinálnak összeszokva, de azért működnie kell a kémiának, hogyha az első meccseken is. Itt most mondjuk, hogyha a Bana nem teszi a lábát a végén, akkor gyönyörű volt lő. És miből? Hogy nem kommunikáltak. Gondolom a Bana is szólt, hogy jön, ő vagy nem tud angolul, vagy nem értette a játék helyébe. Mert a Bona angolul szól, hogy jövök? Mondjuk ez is egy jó kérdés. Nem tudom, hogyha jön egy beadás felé, a kaput felé, és mögüled valaki ordít valamit, bármilyen nyelven, akkor ja, mondjuk elég nagy összegbe mernél rátenni, hogy a kapus azt kérdezi, hogy jövök. Jó, oké. Okay. A saját nyelven, bármilyen nyelven. Oké. Okay. De hogyha védő lennék, mondjuk ez lenne az egyik első kérdésem a kapushoz, hogy mondod azt, hogy jövök? Ja. Jó, nem tudom. Oké, persze.
középpályáról beszéltünk most az előtt, tehát nem tudom, van majd valami, amit hozzá. Nem tudom, hogy ez hogyan lehetne izmosabbá tenni. Az a baj, hogy Szakály Péter olyan jó lett volna egy 10 évvel ezelőtt. Igen. De hát akkor ugye másik csapat. Azt gondolok, hogy jó dolog, akkor meg kellett nyerni egy pár magyar kupát, meg bajnoki címet. De az a baj, hogy szerintem a padról most per piatt nincs, aki beszálljon. Tényleg nincs. Rövid a padunk egyébként, igen. Rövid a pad, de hogy a kezdő is rövid. Igen. És tényleg pont itt jön ki ennek a hátránya ugye, egy COVID-os helyzetben. Illetve még annyira visszatérnék a hátvéd sorhoz, illetve a védelemhez, hogy azért ezen a meccsen a Gyirbolt fejelt még 3 kapufát is. Igen. Tehát, hogyha egy kicsit terhesebbek vagyunk, akkor itt nem egy dullett van a vége, hanem akár 4 is. Megszólhattak volna. És nem szólhattak volna egy szót sem. A Krucs is szólhatott volna, igen. Krucs is 2-ből 0. 0 rúgott gól. 2 kapott. És még bocs, annyira visszatérnék a védelemre. De várj, most jut eszembe. A Krucs érába 2 meccs alatt 5 kapufát rúgtak ellenünk. Ja. Igen. Borzasztó. És csak 11-esből kaptunk volt, viszont hoppá. Nem. Ja nem, tényleg. A francia. Na, szóval visszatérve így a védelemre, azért a Banát szeretném kiemelni, mert a Fradi ellen azért volt egy-két ihletett megmozdulása. Nem, ott nagyon nagyot ment, abszolút. Igen. Ott jó vetett sok mindent, egyébként Ma védhetett volna jobban, szerintem a mai meccsen se lehet, hogy kiváztatni semmiért, mert igen, a 11-est most védeni, az... Hát igen, ott mindig az a tori, lehet a kapusnakába varni. Igen, az a rossz a 11-esben, hogy igazából csak és kizárólag a támadó fél veszthet rajta. Nem, ez az egésznek a pszichológiája. Csak kapus kifogja, az akkor király, ha berúgták, akkor mondod, ó, 11-es volt. Viszont a mai meccsen a végén majdnem fejelt rig volt. Na jó, fejelt egyet. A majdnem azért ez kicsit erős, de jó, előre ment és megpróbálta volna. Minden esetre 2-ből egyelőre semmi. És még annyit, hogy a támadó szekcióról valamit... El vagyok keseredve teljesen. Állítólag jönnek valami igazolások, vagy rebesgetnek ilyesmit, de ilyenekben nem nagyon szeretünk belemenni. De nagyon kéne valami, mert én személy szerint kövezzem meg bárki Morikonéval és Viannával nullára vagyok elégedett. Jaja. Hát ő támadó? Vagy nem szélső? Tudod hozzá, oda sorolnám a támadó szekcióval. Nulla. Hát, de már azért 3 adással ezelőtt elküldted volna, és nagyon igazad. Igen, akkor még védték egy páran, de láttak benne valamit, de szerintem ez... Nem. Nem tudom, hogy milyen poszton tudna segíteni rajtunk. Azt tudjuk, hogy melyiken nem. Tehát most ugye láttuk egy meccset. Jó, de mondjuk ez is olyan, hogy azért láttunk már az elmúlt 10 évben olyan játékosokat, akikről azt mondták, hogy meg kell szokniuk az európai futballt. Volt ilyen, és aztán pedig tényleg megszokták, és jobb lett az egész sztori. Szóval lehet, hogy erről van szó, de egyelőre nem túl reménykelti, amit láttunk. Én nem tudom, én egyébként alapból a felépítésük se annyira acélos, tehát szerintem még az NBA-hez is fizikailag gyengék. Egyébként jó, most csak eszembe jut, és bedobom, erről nem is beszéltünk előzetesen, hogyha közben megtörténik a klubváltás, vagy a tulajdonosváltás a klubnál, akkor Krucsicsnak mennie kéne? Szerintem akkor kanyarodjunk rá a következő témánkra. Jó, akkor beszéljünk a következő, bocsánat, beszéljünk a következő témáról. Szóval a következő témánk az a címer ügyben hozott ítélet, illetve a következő hetekben, hónapokban, időszakban lezajló tulajdonosváltás. Tehát itt ugye a múlt héten, tehát ugye a derbi előtti napokban történt egy-két kulcsmozzanat. Tehát ugye az első hír az volt, hogy a kúria
meghozta a legutolsó, legfrissebb döntését. A nagyszerű döntését. Igen, amelynek értelmében a belgának vissza kell állítani az eredeti címet. A címer hazatér. A címer hazatér, igen. És ugye mit tudunk erről? Ezt nagyjából, mert így átbeszéltük korábban így négy szem közt, tehát ugye elvileg az ítélet készhez vételétől fogva 30 napja van a tulajdonosnak, illetve a KFT-nek, hogy visszaállítsa a címmert az eredeti állapotában. Amiből eltett már vagy 10 nap. Igen, ez egy jogerős döntés egyébként, tehát itt már nem lehet fellebbezni. Ami utána történik, tehát ugye itt ugye beszéltünk, amit ti nem hallottatok, de beszéltünk már arról, hogy mi történik akkor, hogyha nem változtatja vissza. Ennek jogi következményei igen, vannak. Igen, jogi következményei vannak, végrehajtók jönnek. Ugye a céget nem lehet felszámolni ilyenkor, viszont pénzbüntetéssel, folyamatos pénzbüntetésekkel lehet kötelezni a tulajdonost ennek a címernek a visszaállítására. A következő, ami történt, ugye ez a derbi előtt volt egy nappal, tehát múlt hét szombaton, Kovács Zoli, illetve Düsetelé aláírt egy... valamilyen papírt, amiről nem tudunk, hogy mi történt. Tulajdonképpen. Igen. Ugye itt ebben arról állapodtak meg a felek, hogyha bizonyos pénzösszegek megérkeznek bizonyos időpontokra, határidőkre, akkor, és hogyha ezek a határidők teljesülnek, akkor megtörténik a tulajdonosváltás, és a tulajdonosváltás megtörténtekor, ők egy sajtótájékoztatót fognak tartani, ahol bejelent az új tulajdonos a terveit, illetve hogy milyen felállásban fognak működni a továbbiakban. Na most, ugye ez múlt héten történt, pont egy héttel ezelőtt, ezt mondjuk szombaton veszük föl a Gyirmolt meccs után. A nagyon-nagyon gyalázatos Gyirmolt meccs után. Igen. És igazából az aláírás óta sok újdonság nem történt ugye ennek a, tehát ugye ennek a szerződésnek, vagy megállapodásnak. Hát egyetlen egy dolog, hogy elméletek a Kovács Zoli találkozott tábor vezetőivel, ahol történt valami ígéret, valamire vonatkozóan, ezt se pontosan tudjuk. Ami, és itt jön a fájdalmas része, vagy a kevésbé pozitív, hogy ami ha nem teljesül, akkor a tábor mégsem fog a továbbiakban járni a mérkőzésekre. Hát legalábbis mi ezt így értelmezzük. Ezt mi így értelmezzük, ami az én olvasatomban, az én legjobb megértésem szerint azt jelenti, hogy ez a tulajdonosváltás nagyon-nagyon sok mindenen múlik még. Ez semmi más nem jelenthet, mint hogy a papír, amit aláírtak, az tényleg egy ilyen, én szeretném megvenni a klubot, igen, én el szeretném adni neked. Kb. Ezen a szinten tart a dolog. Igen, szerintem is. Lehet, hogy egy minimális foglalót idézel, de letettek, amivel mondjuk a szándékot megerősítik, de szerintem még nagyobb pénzösszegek még nem kerültek átutalásra. Ugye itt a múlt heti beszélgetésünk, ami nem valósult meg végül azelőtt, mert ugye fölmerültek kérdések, amiket így összeírtunk nektek, és ugye tulajdonosváltással kapcsolatban ezeket szeretnénk így nektek is, veletek is megosztani, hogy mi mikre gondolunk, mint felmerülő kérdések. Tehát az első kérdés rögtön az, hogy az új tulajdonosnak, illetve a leendő tulajdonosnak van-e beleszólása bármilyen személyügyi, illetve játékos politikai kérdésekben? Egyébként a múlt adás óta, amit nem hallott senki, csak te meg én ezen már gondolkoztam, és én azon gondolkoztam, hogy most abban a pillanatban, amikor van egy csapatunk, amelyik a kiesés ellen küzd, azt gondolom, hogy kell hozni pár játékost, 2-3-4-5-öt, akik minőséget képviselnek a keretbe, de magát, a működési struktúrát ezen a ponton megváltoztatni egyáltalán nem célszerű. Mert hogy itt most már menetben vagyunk. Tehát, hogy itt most már nem érünk rá arra, hogy jó, akkor az lesz, hogy összevonjuk ezt a pozíciót azzal, és akkor majd nem, semmi ilyesmire nincsen idő, azért nincsen idő, mert benn kell maradni. Tehát, igen. Ha meg is történik a tulajdonosváltás
reméljük egyébként ezt hamarosan összehívják ezt a sajtótájékoztatót, amiről szó volt, akkor nem nagyon ér a Kabát Petit el lehet küldeni. De csak a RTL klubos bóhózkodásai miatt. Ezt vállalom. Nem szabad belenyúlni az egészbe, mert hogy nem ezen a részen van most a tűzoltás. Igen, kit érdekel, hogy a háttér állományban mi van. Azt majd lehet csinálni nyáron, amikor már újra az NB1-es szezonra készülünk, amikor ez az egész már stabil, akkor lehet strukturális változásokat végezni, szerintem. Egyetértek veled, gyökeres változtatásokat a klubházban most szerintem is felesleges lenne, vagy kontraproduktív. Esetleg új játékosokat, igen, az elég jól jönne szerintem, főleg előre. Február 15-ig egyébként van idő az átigazolási időszakban. Az még egy durván egy hét. Jó, hát mondjuk úgy. Nagyon jó lenne, hogy mindenki, akit rebesgetnek a videótombor, az megérkezne. Hát igen, csak ugye az velük is az új tulajdonos tárgyal. Kérdés az, hogy igen, le tud-e igazolni a Kovács Zoli féle brigád? Bárkit is. Bárkit. Egy olyan helyre, ami éppen eladás alatt van. Igen. Hát nem nagyon lennék egyébként jogász, azt hiszem, ebben a projektben, ahol ez leütik, mert ez egyáltalán nem hangzik jól. Akkor ugye a következő téma, amit ugye fölírtunk ugye a tulajdonosváltással kapcsolatban, ugye ez a címer kérdés. Ugye, amit az előbb is boncolgattunk, hogy 30 napja van ugye megváltoztatni a belgának a címért visszaállítani. Na most mi van akkor, hogyha ezt nem változtatja meg, mondjuk, nem teszi meg, és elindul egy végrehajtás. Amit jönnek, már a következő tulajdonos kap. Jönnek a pénzbüntetések, és akkor ezt beleszámolják szerinted a vételárba, vagy levonják a vételárból ezeket a büntetéseket, vagy meghajlik a belga a döntés előtt végre. Szerinted mi fog történni? Egyébként most legyünk őszinték. Eddig sem voltam túl jó véleménnyel, mondjuk az utolsó 5 évben, azt hiszem ezt kell mondanom, az utolsó 5 évben a belgáról. Az elején egyébként még elég sokáig azt gondoltam, hogy lehet, hogy jót akar, csak szerencsétlen. Hogy most már onnantól kezdve, hogy tudjuk, hogy nincsen nem tud fellebbezni, akármit csinál ez a döntés, és hogy ma a Gyirmót ellen sem a tradicionális címerrel futottunk ki, ami neki, legyünk őszintén, semmiben nem kerülne, az azt jelenti nekem, hogy ő tényleg beleszalik ebbe az egészbe. Őt ez nem érdekli. Igen, szerintem is egyébként nem fogja. Ez majd rábízza az új brigádra, majd ők megcsinálják. Igen. De nem. Ugye az a kérdés, hogy ugye megint ugyanazt a kérdést tesszük fel, hogy mikor fog végülni ez a tulajdonosváltás pontosan, és hogy meddig fogjuk görgetni magunk előtt ezt a címer kérdést. A következő, ami a tulajdonosváltással kapcsolatos kérdés, az az, hogy hát ugye azt gondolom mindenki sejti, hogy Kovács Zoli, illetve az a vállalkozói kör valószínűleg nem tudja magától kifizetni ezt a állítólagos 7 milliárd forintos vétel. Én nem vagyok azzal tisztában, hogy milyen pénzeket keresett a videótornál, mint sportigazgató. Figyelj, még hogyha vagyok, ki is tudnál fizetni, na mindegy, jó, szerintem én merem azt feltételezni, hogy nem ő, illetve hogy nem ők fizetik ki ezt az összeget. És ugye itt a háttérben fölmerült ez a kínai vállalati konglomerátum, illetve hát ugye cégcsoport a Fosun, ami annyit kell tudni, hogy Kínának az egyik legnagyobb magánkézben lévő vállalatcsoportja, és többek között ők birtokolják a Wolverhampton Wanderers-t, illetve a Grasshoppers. Szargább, a Grasshoppers. Foci csapatát is. De ezért van durva szó kimondó szövegek ráírva a Spotify-on, szar Grasshoppers. Szóval, ha minden igaz, akkor ők vannak a háttérben. Nem a háttérben, hanem a tápláléklánc csúcsán.
ezt más szempontból közelítem meg. De egyébként igen, igen. A háttérben, de hogy a Wolverhampton mindig előrébb lesz. Persze, de nem is ezt mondom, hanem egy maga a kínai cégcsoport áll, ugye, e mögött a tranzakció mögött, valamilyen szinten. Ha minden igaz. Ha jól sejtjük. Vagy hogyha az újságok, ugye, jól sejtik. Kurva feltételezések. Igen. Na most ugye azt tudjuk, hogy a belga is ugye egy hasonló célcsoporttal dolgozott együtt, tehát ugye több csapaton volt a családnak, ugye volt a Sint-Truiden, akkor... Standard Liège. Igen, a Charton. Charton, a jó, és Alcorón, az Alcorón, Spanyolországból. A Jena nem. Svejda, az ő Jena. Kárcejsz, Jena. Ja, igen, az ezer éve híres német foci csapat, amelyik a amatőr ligába küzd. Ott játszott a Tormele is, azt hiszem, egy... Komolyan. Mindegy, zárójel bezárva. Hol tart most az a csapat? Szerintem német farmadozta. Mi a nevük? Karl Zeiss Vilna. Mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez is egy hasonló felállás. Ugye, ahogy nálunk is a korábbi években, ugye, a láthatatlan légiós rovatunknak az állandó szponzora volt ugye a Sint-Truiden, illetve a belga bajnokság. És ugye itt is egy hasonló felállás van, tehát ugye a Wolverhampton áll, ahogy mondtad, a táplálékláncnak a csúcsán. Tehát ugye ők a Premier League-ben... A Wolverhampton jól megy? Nem, a Wolverhampton jól megy, azt hiszem, hogy ilyen én tök, hatodik, tökre nem nézek a nemzetközi... Nem nézek más focit az Újpesten kívül. Igen. Szerintem a Wolverhampton az legjobb nyolc a Premier League-ben. Hát, mindjárt megnézzük. Az a lényeg, hogy most egyre... Wolverhampton... 8. a Premier League-ben. Igen. Oké, okay. Az jó. Szóval, ugye ők úgymond a C-csoportnak az égköve, és alattuk van a Grasshoppers, aki ugye a svájci bajnokságban azt hiszem, ugye alsóházban található jelenleg. Nagyjából megnézed esetleg, hogy mennyi a Grasshoppersnek a keretének az értéke? Szerintem ilyen 10x millió euró kb. Aha. És akkor ugye ebben a C-csoportban lenne az Újpest. Oké, Grasshoppers Transfermarkt már történik is. 21 millió euró. 21. Aha. Az mondjuk egyébként elég jó lenne az NB1-re. Hát az NB1-ben az egy második hely videóton kategória. Ja, egyébként ezek is ilyen 6-800 ezer eurós gyerekek fociznak itt, csak mondjuk sokan vannak. Ja, jó, van 2-3 gyerek millió euró fölött. Igen. De nem az a brutális. Akkor jó, akkor most nézzük meg a Wolverhamptont is. Mégiscsak ilyen csapatok. 338 millió euró. Az már van. Jó, azt hiszem, akkor az a lényeg, hogy valahol be kell érkezni az Újpestnek a Wolverhampton és a Grasshoppers közé. Igen, egy olyan 100-150 millió euró. Az elég jó lenne. Igen. Ezt szeretném. Egyébként most tényleg lőgni fogsz, de egy ilyen 100 millió eurós kerettel szerintem simán BL csoport kör tudnánk futni minden évben. Tehát a Fradi az nyomóban. És a Szakály Peti akkor is bejöhetne az utolsó 5 percre egyébként. És akkor a haját is tartsuk meg. Kabalából tényleg. Viszont. Igen. És ugye beszéltünk erről, illetve a Fűrér Szabolcs is mondta ezt a semleges térfél műsorban, hogy az Újpestnek az a nagy előnye a magyar bajnoksággal, hogy ugye itt viszonylag olcsón el lehet érni azt, hogy európai kupa porondon szerepeljél. Jó, itt valószínűleg, hogyha most beletolsz 20 millió eurót, akkor valószínűleg össze tudsz szedni egy olyan csapatot, amelyik igen, ott lesz. Nem kell hozzá horror lóvé. Tehát mondjuk, hogyha a Grasshoppers keretét copy-paste-tel bemásolnád a magyar bajnokságban, akkor elvileg egy dobogót minimum tudnának hozni. Elvileg.
Ja, csak nem lenne kibékülve vele, mert hogy kevés benne a magyar. Hát meg nem lennék az elsők lennék garantáltan. Ja. Vagy nem garantáltan lennék az elsők. De egyébként valószínűleg ilyen jó igazolásokkal meg lehet ezt csinálni kevesebb lóvéból. Persze, hogy nem, meg lehet csinálni, csak jól kell igazolni. Jó, hát ez viszont meg fel kell építeni a hálózatot, amíg működik, dolgozik, stb. Uh-huh. Ja. Hát jó lenne, hogyha tényleg nem mi lennénk a tápláléklánc végén. Hát ki fogja ezt megmondani? Nem tudom. Az a baj, hogy semmit nem tudunk erről a rohadt szerződésről. De nem semmi, hanem senki. Még senki. Ja. Ha valaki tud, írja meg kommentben. Mit tudtok? Mikor történik meg az átadás átvétel? Ja. Én tök jól lenne beírni a Kovács Zolit a podcastba. Jó, ez a Kovács Zoli számát is küldjétek el. Jó, de jövő héten egyébként oké, nem kell a kesergés, kettőből semmi, eddig ez van tavasszal. Jövő héten Kisvárda hetet tartunk. Kisvárda. Kedden megütjük a Kisvárdát, pénteken megütjük a Kisvárdát. És ha még akarják vasárnap is meg. Ja. Pénteken remélem kimegyünk. Ki szeretnénk menni. Pénteken kimegyünk, kedden menjen ki mindenki, aki ki tud menni, akik nem mi vagyunk. Igen. Kedden egyéb elfoglaltságaink vannak sajnos. Ja, nem. Igen. Ilyen munka meg ilyenek. Na mindegy, ettől függetlenül én továbbra is optimista vagyok, és arra gondolok, csak egy záró gondolat ehhez a körhöz, hogy az nem történhet meg, hogy 10 éve tényleg a kivéreztetés időszakában vagyunk, és az utolsó pillanatban, akkor, amikor megjön a felmentősereg, akkor kiesünk az MB2-be, ez annyira keservesen hangzik, hogy ez csak nem történhet meg. Nem, most benne kell maradni, essen ki az NTK, a Kispest, a Gyirmót, a Paks, valamelyikek ezek közül, ebből 2. Amúgy, jó, erről már beszéltünk, hogy ezt majd erről kéne dumálni, de a 12 csapatos NB1 nem a megfejtése a világnak. Miért? Mert tudunk jobb megoldást. De ezt nem ma fogjuk elmondani, igen. Hanem majd egy következő alkalommal. Menjünk is tovább? Menjünk tovább. Menjünk is tovább. Oké, akkor jó, azért ezt jegyezzük meg. Meg kell ütni a Kisvárdát. Hát igazából csak annyit akartam még így visszatérni erre, hogy tényleg elég tragikus lenne, ha most esnénk ide. Nem lenne jó. Gyerekkorom óta járok Újpest meccsre. Nem szeretném az 2022, mi búcsúzunk. Nem. A lónak a faszát. Ez most tényleg korhatáros lesz ez az adás. Elnézést. Következzen akkor ma az utolsó műsorszám, a Láthatatlan Légiós. Mára én készültem egy külföldivel, aki Újpesten focizott, azonban holmi kevés nyomot hagyott maga után. Ekkor lesz, aki megpróbálja kitalálni. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm, András. Ezen én is ledöbbentem, amikor a kutató munkát folytattam. Szóval... Egyedül ismeretlen faj. Főhősünket, tőle tanultam ezt a kifejezést, főhősünk 27 esztendős napjainkban, 1994. június 30-án született Kinshasába. Kinshasa? Nem Kinshasa? Nem, de akkor Kinshasa. Oké, ezt elmondtam. Zaire? Nem, Kongó. Igen, hát az a... Igen, az Kongó. Zaire az Kongó. Oké, ezt elmondtam már is az elején. Nem baj. Viszont finn állampolgár, 185 cm magas, középcsatár, és... Jari Litmanen. Ez most egy rákérdezés volt? Persze, hogy nem. Oké, és azt tudni kell, hogy ő napjainkban már nem focizik. Micsoda meglepetés. Oké. Hoztam egy nyilatkozatot tőle, amikor Újpestre igazolt. A következőt mondta a klub honlapjának. Kongóban születtem, de gyerekkorom egy részét Kamerunban töltöttem el, majd 14 éves koromban költöztem a szüleimmel Finnországba. Focizni Kamerunban kezdtem, ott minden kisfiú állandóan játszik. Én sem voltam kivétel.
És Finnországban sem szerettem volna abba hagyni a labdarúgást. Először egy kisebb klubban játszottam. Juskolaszklában. Aztán egy még kisebb megvezetettem. Majd az élvonalbeli Honka Espoo csapata igazolt le. Ezt ismerem, azt a csapat. Oké. Ott először a második csapatba szerepeltem, majd debütálhattam az élvonalban is. Eddigi edzőim a gyorsaságomat és a technikai tudásomat sorolták az erősségeim közé, de nem szeretek a magamról beszélni. Inkább a pályán bizonyítanék mindenkinek. Hadd beszéljen a lábam. Amikor hallottam az újpesti lehetőségről, minden. A klubról szóló információt felkutattam a neten, és nagyon tetszett az, amit olvastam és láttam. Nagyon sokat szeretnék még tanulni a labdarúgásból, hogy minél jobb játékos legyek. Úgy gondolom, hogy ehhez Újpesten minden feltétel adott is. Mondta ezt mikor? Hát egyébként mindjárt megmondom, hogy mikor. 2014. júliusában. Ha még nem tudok, akkor elmesélem, hogy honnan és hova igazolt ezen időintervallum alatt. Hát ő a Hújmában nevelkedett, onnan ment a Blackbirdbe, onnan Honka 2, újra Hújma, Honka, Honka 2. Ez a Kalevalában egy idézet volt. De ez halál komoly, tehát ilyet nem tudok kitalálni. Majd 2014. július 1-én Újpestre igazolt. Egy hirtelen csapásban. Igen, ez egy ingyenes átigazolás volt. 2014. december 9-én bontott bele szerződést az Újpest, legalábbis a Transfermarkt információi tehát szerint. A téli születet sem lehet. Without Club ezen a ponton 75 ezer euróra tagsálták. Onnan az FC Lahti, AC Olou, Esika, Sinja Jóski, meg nem tudom, egy csomó kimondhatatlan nevű finn csapat következett. Uh-huh. Rá szeretnék kérdezni? Nem. Jó, elmondom egyébként a statisztikáit. Elég sújtó lesz. Tehát, hogy emlékszel az előző nyilatkozatára, amit tett, nagyon sokat szeretnék még tanulni a labdarúgásból, hogy minél jobb játékos legyek, Újpesten minden feltétel adott is. 7 darab NB1-es meccsen kapott lehetőséget. Ez még sok is. 148 percet töltött a pályán. Fél óra átlagban, igen. Oké, és mindez alatt nulla gól termelt. Ugye mondtam, hogy egyébként középcsatára pozíciója tekintve. Uh-huh. Oké, de egyébként ne legyünk szigorúak, egy magyar kupa mérkőzésen és egy liga kupa mérkőzésen is betalált. És fogadjuk, hogy magyar kupa győztes. Azt egyébként már azután akartam elmondani, amikor elmondott, hogy ki ő. Mert hogy ilyen fanfektekkel készültem utána. Igen, valami rákérdezel? Utánpótlás válogatottság, vagy ilyesmi. Nem, elmondom a Bece nevét. Totti. Komolyan, Totti. Így hívták a többiek az öltözőbe. Így hívták a srácok. Oahuba. Ismerős egyébként az élettörténet, mert az előző része... Ez egy népmese, van meg. Vannak visszatérő motivumok. Jó, akkor azért még elmesélek, jó, akkor még 3 fontos tényezőt mondok, és egyébként ezek tényleg kemények lesznek. Egyszeres finn kupa győztes. Totti. És volt egy idény, amikor az év játékosának választották Finnországba, és ugyanebben az évben a saját csapatában, ami mindjárt megmondom, hogy melyik volt, hát, az AC Aluluba, ő volt a házigól király, de a mosolygás félreteszed, mert a házigól király abban az idénben 18 gólt rúgott. De ez a finn bajnokság. Oké, 18 gólt rúgni egy idénybe, az szerintem az már olyan... az elég jó.
Majd a Újpesten 7 meccsen 5 nulla volt. Tehát... hát jó, itt nem találta meg a számítását. Ez a finn afrikai dolog, ez ismerős egyébként. Viszont nevet nem fog tudni mondani. Jó, akkor áruljam el. Uh-huh. Légy szíves. Oké. Okay. Hát, Aristote Bomának hívták ezt a fiatal embert, vagy ahogy a többiek hívták, Aristotate Totti Bomá. De az M az néma. Csak nyugodtan Bomá. Jó, oké, oké. Szóval ő, viszont hoztam még pár fun factet róla, így a végére. Kedvenc ide. 2014 decemberében nyilatkozott egy finn újságnak, amelyik interjút közölt vele. Te kirúgták. Várjál. A cikk szerint Bomá jól érzi magát Újpesten, gőzerővel készül visszatérni a szabadságról, és ebben a cikkben szó sem esik arról, hogy mindezzel párhuzamosan Újpesten kezdeményezték a szerződésének a felbontását. Mondom, hogy mit mondott Bomá ennek a finn lapnak. 7 NB1-es mérkőzés, 0 gól. Figyelj, azt mondja, kellemes volt az őszi szezonom. Szerintem az időjárásra gondol. Jó, szóval kellemes volt az őszi szezonom. Noha, a gólokban van elmaradásom. Jobb futballista lettem Magyarországon. A játékom, az összpontosító képességem és az erőlétem egyaránt javult. Mondta ezt 2014. december 30-án, és ehhez képest 2014. december 9-én Kovács Zoli, aki akkor az Újpest sportigazgatója volt, a következőt nyilatkozta a Nemzeti Sportnak. Berat Ahmeti, Aristotate Bomá és Jeremy Stewie őszi szezonban mutatott teljesítménye alapján klubunk kezdeményezte a játékosok szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését. Az a helyzet, hogy Bomának 21 nap alatt nem jutott el ez az info. Még egyszer mondom, kellemes volt az őszi szezonom. És akkor most jön a fun fact 2. Ő ugye 27 éves, azonban befejezte a labdarúgást, és ennek az az oka, hogy 2020. júliusában 4 év börtönt kapott. A börtön válogatott. Fú, most ki kell fújnom magam. Ezzel a fun fact-tel ugyan én készültem, de ez megviselt engem is. Pedig olyan szépen indult minden. Kiváló ősz volt! Ez nagyon jó volt. Úristen, ez volt a legjobb eddig. Hát köszönöm szépen, és Bomá is köszöni, hogyha egyébként minden igaz, akkor 2 év múlva szabadul. Jó magam is jelentem. Talán itt lehet jövőre velünk. Hallja ki a lábáról a bokalát. Hát, hogyha kiszabadul, akkor őt is várjuk sok szeretettel. Újra Kovács Zoli lehet a főnöke egyébként, szóval. Ja. Egy második esélyt mindenki megérdemel. Normál üzemmód. Jaj, de jót röhögtem. Na jól van. Jaj. Szóval ennyi lett volna mára. Ennyi lett volna mára.
Hogyha bennetek még maradt valami, vagy bennünk, írjátok le kommentbe, kövessetek minket Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, azt se tudom már milyen felületeken vagyunk ott, mindenhol kövessetek. Ja, és mondjátok el mindegyik ismerősötöknek, amelyik még nem hallott rólunk, hogy van egy ilyen podcast, ahol beszélgetünk az Újpestről, és mindeközben tökre kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Írjátok meg, mondjátok meg, dumáljuk meg. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ezen a héten is. Jövő héten újra érkezünk. Nem tudjuk, hogy a két kisvárda meccs után, vagy között, vagy valahogy nem, után. Biztos, hogy utána lesz. Utána kell csinálni. Igen, tehát két kisvárda meccsről fogunk majd beszélgetni. És igen, ennyi. Vigyázzatok magatokra! Hajrá, lelkény csak az Újpest! Ciao. Sziasztok! Viszontlátásra!